Legutóbb Kakas külterületén mintegy 30 négyzetméteren égett avargaz gaz és vágástéri hulladék, ami a közeli erdőt is veszélyeztette. Akkerman Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrofa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, idén már közel 30 szabadtéri tűzeset történt Tolna megyében. Ez jóval meghaladja a tavalyi adatokat. 2021 azonos időszakában 18-szor vonultak a megye tűzoltói hasonló esetekhez. A tavaszias és a száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöld hulladék égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, ez a természeti és az épített környezetet is jelentősen veszélyezteti. Minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen csak kivételes esetben engedélyezett a zöld hulladék égetés, hiszen a legtöbb településen már a már külön szolgáltatás biztosítja a zöld hulladék elszállítását. Vannak Tolna megyében azonban olyan települések, ahol ezt még nem vezették be. Ott külön rendelet szól arról, hogy mikor és hogyan lehet tüzet gyújtani. Televíziónk tavaly a Paksi hivatásos tűzoltókkal együtt készített egy figyelemfelhívó kisfilmet ebben a témában, ahol a lánglovagok elmondták, milyen szabályokat kell betartani tűzgyújtás esetén. Akkor a tüzet gyújts, amit kezelni is tud. Mindig legyen a közelben elegendő oltóanyag, gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kéziszerszámról is, feltámadó szél esetén pedig azonnal el kell oltani a tüzet. Szabad téren pedig minden tüzet úgy kell eloltani, hogy ne tudjon visszagyulladni. Ennek érdekében a legjobb módszer az, hogyha vastag föld vagy homok takarással zárjuk el a levegőtől. Ha pedig valaki tüzet észtel, akkor ezt haladéktanul jeleznie kell a 112-es központi segélyhívó számon. A szabad téren keletkezett tűzesetek másik gyakori oka az eldobott égő cigaretta csik. A tüzek megelőzése és a természet érdekében nagyon fontos, hogy a túra alkalmával ne dobjuk el a csikket, hanem gyűjtsük össze egy nem éghető anyagú tárolóban. Ezzel nem csak megelőzik a bajt, de a környezetet sem szennyezzük tovább.